2016. január 1-jével tartozik a tiszavasvári Tivaszok Nonprofit Kft-hez a városi köztemető. Mellette már Szabó András ügyvezető igazgató. András, közeleg a halottak napja. Készültök-e esetleg valami újdonsággal, szeretnétek-e az ide látogatókat meglepni, illetve az alkalomhoz megfelelően hogyan készültök? Sok szeretet üdvözlöm a kedves tévénézőket. Természetesen, vagy az eddigiekben is folyamatosan próbáltunk tájékoztatást nyújtani Tiszavasvári lakossága részére, hogy milyen változtatásokat eszközöltünk a temetőben. Megpróbáltuk a november 1-e előtt és utáni időszakra is egy pár olyan újítást bevezetni, amivel talán a ide látogató hozzátartozók egy kicsit talán meghittebb körülménnyel találkoznak, illetve az elmúlt hozzátartozóit másabb körülmények között tudják felkeresni. Az egyik legfontosabb talán az, hogy az október utolsó hetében és november első hetében folyamatosan biztosítjuk egy új dologként, hogy a temető több pontján reflektorokat helyeztünk el, amelyeknek a célja az, hogy legalább, tehát nem önmagában a sírokat, hanem az odavezető utakat megpróbáljuk megvilágítani. Nem azt kell várni, hogy most itt ki lesz úgy világítva a köztemető, mint egy stadion, én azt gondolom nem is várható el. Ellenben irányfénynek, iránymutatásnak mindenképpen nagyon jó. Célszerű volt szerintem biztonsági szempontból is, akár vagyonbiztonság, akár életbiztonság, azért itt közlekedhetnek gépjárművek is, ugye azért kötelességünknek érezzük, hogy a mozgássérült hozzátartozókat azért az autóval be kell engedjük. Ellenben ezen kívül kérnék szépen mindenkit, hogy ahogy lehet, vagy ahogy meg tudja oldani, mindenképp a temető területén kívül parkoljon, mert bent elég nagy lesz a gyalogos forgalom, és azért nem gondolom, hogy azért egy baleset, vagy bármilyen probléma bekövetkezése az jó lenne bárkinek is. Megpróbáljuk egy kicsit talán ezt az alkalmat egy kis halk zenével is megfűszerezni, tehát ugye múltkor beszámoltunk, hogy a ravatalozó egy új kihangosítással került ellátásra. Megpróbáljuk ezt kihasználva egy kis halk, ez az alkalomhoz illő zenét folyamatosan fogunk a november 1-jét megelőző három, tehát a szombat, vasárnap, hétfő, kedd, ugye abban egy nap az egy hosszú hétvége, hívhatjuk így is, tehát abban a négy napban ez folyamatosan fog történni. Nagyon fontos, hogy egész nap itt lesznek kollégáink, tehát két-három fő napközben is itt fog tartózkodni a temetőben, meg fogják őket ismerni, nyilván az alkalomhoz illően fel lesznek öltözve, tehát bárkinek bármi problémája van, akár egy sírt nem talál, vagy valami történt, valamilyen problémája van, akkor a kollégáimat meg tudja keresni, illetve nagyon fontos, hogy a temetés felvételi irodában is minden nap reggel 8-tól délután 4-ig fog munkatársunk tartózkodni, tehát ha éppen bármilyen kérdés sem merül föl, vagy ügyintézés szeretne, mert vannak, akik ekkor tudnak bizonyos intézni, akár egy sírhely megváltást is, újraváltást, ezt meg tudják tenni napközben folyamatosan. Van-e nyitvatartás ilyenkor a temetőnek? Igen, november 1-ig változatlanul, tehát reggel 7 órától este 7 óráig, november 1-ét követően, az első egy hétben, a november 1 hetében, vasárnap estével bezárólag, minden nap reggel 7 órától este 7 óráig lesz nyitva a köztemető. Azt követően pedig általunk a téli nyitvatartás rendet, tehát onnantól kezdve délután 4 órakor zárva tartjuk a temetőkapukat.